érzékenyíteni fogunk titeket, ma megismertetünk titeket különleges, különös emberekkel. Lengyel Zsófia parasportoló, a székesfehérvári érzékenyítő program koordinátora tart órát a gyerekeknek a Németh László általános iskolában. Az év elején útjára indított szép program első állomása volt a mai. A projekt célja a város fiatalságának érzékenyítése a fogyatékossággal élő sorstársak iránt, az együttélés, elfogadás és egymás segítésének, támogatásának elsajátítása a mindennapokban. Levi látássérült, vagyis jóval kevesebbet lát a külvilágban, mint egy átlagos fiú. Ez azonban nem szabgát a támainak. Néhány mindennapi dolgot azonban picit másképp végezel, ilyen például a tanulás, melyhez egy speciális ABC, az úgynevezett Braille ABC van a segítségére. A szöveg elolvasására a szeme helyett más érzékszervét használja, kitapintja a betűket és a számokat. A fiatal gyerekekhez szeretnénk közelebb vinni a fogyatékossággal élőket, tehát például magamat is, mint ugye veleszületett látássérült. Az a lényege, hogy most például egy 45 perces óra keretében megismerjék mind a négy fogyatékossággal élő fő csoportot, ugye a mozgássérült, látássérült, hallássérült és értelmi sérülteket. Egyrészt saját velük egykorú gyermeken keresztül, másrészt pedig itt voltak az órán fogyatékossággal élő felnőtt vendégek is, akik ugye teljes valójukban, kerekesszékben, fehér bottal vagy ugye hallássérültként megjelent. Úgyhogy így megismerkedhettek többféle irányban is a fogyatékossággal élőkkel. Magának a programnak az ötlet az, hogyha jól tudom, tőled származik. Honnan jött az ötlet egyrésztről, másrésztről, mennyire egyedülálló ez országos szinten? Igen, azt szoktam mondani, hogy én vagyok az anyukája, egy gyerekem van az a szép program egyelőre, de természetesen például a polgármester úr is nagyon támogatja ezt a kezdeményezést. Abból a szempontból mindenképp egyedülálló, hogy mind a négy fogyatékossággal élő csoporttal érzékenyítünk egyszerre. Tehát, hogy nem csak adott esetben a látássérültséget mutatjuk be, aztán egy következő héten a mozgássérültséget, hanem egy időtartam alatt mind a négy fogyatékossággal élő csoportot bemutatjuk, és megmutatjuk azt a gyerekeknek, hogy hogyan tudnak velük elfogadóan együtt élni, vagy hogyha szükségük van a fogyatékossággal élőknek rá, akkor hogyan tudnak segíteni nekik, nekünk. Milyen rendszerességgel lesznek ilyen jellegű foglalkozások, illetve mi a cél, hogy mondjuk minden általános iskolába eljutni a városban vagy a megyében? Természetesen én mindig nagyokat szoktam álmodni. Hetente lesznek ilyen foglalkozások, és igyekszünk végighaladni Székesfehérvár összes nyitott általános iskoláján, akik szeretettel várják ezt a programot. Országos szinten, vagy akár fogyatékossági csoportoktól vannak-e már visszajelzései ennek a programnak? Ugye ez az első sajtónyilvános eseményünk, ettől függetlenül ugye a civil szervezetek, akik a társaink ebben a programban, a helyi civil szervezetek, ők tartják a több rétű és más megyékben lévő civil szervezetekkel is a kapcsolatot. Egyelőre nagyon pozitív a kezdeményezés. Maga a négy kis film az fent is van a legnagyobb videó megosztó portálon, tehát azt nyilvánosan meg is lehet nézni, meg lehet osztani, vagy akár otthon le lehet vetíteni a saját gyermekünknek csak úgy, hogyha erre nyitottak vagyunk. És akkor még röviden egy kicsit a távlati célokról beszéljünk, mert hogyha jól tudom, akkor ilyenek is vannak itt a városban. Van egy nagyon nagy távlati célunk, álmunk természetesen, egy érzékenyítő park, ilyen már létezett Magyarországon, Ability Park néven. Ez annyit akarna, hogy mi építenénk ki egy olyan épületet, amiben ugyanígy ezzel a négy fogyatékossággal élő csoporttal lehet megismerkedni, csak akkor nem mi utaznánk ki az iskolákba, hanem az iskolák csoportonként jöhetnének el hozzánk az érzékenyítő parkunkba, és ott kipróbálhatnák a kerekesszékben való közlekedést, akadálypályán, fehér botozást, vagy például konyhában tevékenykedés, sötét konyhában, vagy ugye a jelnyelvvel ismerkedhetnének, tehát egy ilyen átfogó érzékenyítő park, ez lenne a hosszabb távú jövőben a célunk. Ő itt Boti, egy átlagos csákvári fiú, átlagos hobbikkal. Boti imád legózni, a YouTube-on szörfözni, és sokszor nézi a kedvenc tévéműsorát is. Mindezekhez azonban egy kis segítségre van szüksége. Boti ugyanis nehezebben mozog, mint kortársai. Ennek ellenére szinte ugyanúgy éli életét, mint bármely más 9 éves. Reggel felkelünk, reggelizünk, fogatmosunk és elindulunk az iskolába. Mi Budapestre járunk, a Nemzetközi Petőintézetbe. A tanítás teljesen ugyanúgy zajlik, mint egy normál általános iskolában. Ugyanazt tanulják, ugyanazok az értékelések, csak egy kicsit máshogy, mivel ő nem mozog és nem beszél, ezért a számonkérés máshogy történik.
Ehhez pedig egy különleges számítógép van Botond segítségére, amit a szemével tud irányítani, és aminek segítségével beszélgetni is tud. Figyeljetek csak! Sziasztok! A nevem Szecskó Botond András, de szólíts Botinak. Nagyon ügyes vagy. Kedvenc ételem a pizza. Kedvenc játékom a Lego. Egy-egy érzékenyítő órán a négy különböző fogyatékossággal élő csoportról szóló vidám és könnyen érthető kisfilmet is láthatnak a gyerekek, melyek saját kortársaikról szólnak. Ezt követően kérdezhetnek a gyerekek az egyes csoportok jelenlévő képviselőitől. A program Székesfehérvár önkormányzata és több érintett civil szervezet összefogásával valósult meg, és országosan is egyedülálló kezdeményezésnek számít. Úgy éreztük, hogy ez mindenképpen egy hiányterület, ennek eddig csak részinformációi jelentek meg a különböző életkorokba. Az, hogy ezt programszerűen megcsináljuk, egy tanórát ennek szenteljük, hogy kisfilmek készüljenek, hogy példákat kapjanak a mesevilágából, a sportvilágából, vagy éppen olyan kisgyerekeket, akik adott kérdésben érintettek. Én ilyen komplex programról nem tudok, de úgy gondolom, hogy mindenképpen hasznos. Szeretnénk megnézni majd az első hónapok tapasztalatát, hogy mit érdemes még ebbe kapcsolni, és még egyszer végül is a cél az nagyon egyszerű, hogy ezt az érzékenyítést ennek a programnak a keretében mindenki számára, aki ezzel a programmal el tudunk jutni, biztosítani tudjuk. Nem lesz semmilyen anyagi akadálya annak, hogy minden fehérvári iskolába járó gyermek ezzel a programmal a következő években találkozzon. Kicsit még a távlati célokról, hogyha jók az információim, akkor a program majd a későbbiekben esetlegesen egy központot is kaphat. Erről mi az elképzelés, és ez hogy áll ez a projektrész? Valóban így van, ahogy az Alba Innovár elindult, és egy konkrét helyre visszük már a fiatalokat, hogy a digitális technológiával megismerkedjenek, ugyanezt szeretnénk az érzékenyítő programnál is, mert azt tapasztaljuk, hogy talán egy ilyen helyen lehetne ezt legegyértelműbben és bizonyos szempontból egyszerűbben is megmutatni a fiatalok számára, illetve ott néhány olyan helyzetet is ki lehetne alakítani, nyilván mesterséges körülmények között, hogy egy kicsit beleélhessék magukat az ebben a helyzetben élő gyermekek, fiatalok vagy éppen felnőttek sorsában, mindennapjaiban, a kihívásokban, ami előttük áll, és ezáltal is érzékenyebben reagáljanak egy-egy ilyen szituációra. Igen, a cél mindenképpen egy olyan háznak a létrehozása, egy központnak a létrehozása, ahol ezekkel napi szinten és olyan helyzetekbe fognak találkozni a fiatalok, amelyek szimulálnak egy élethelyzetet, akár egy közlekedési lámpánál, akár egy boltnál, ami itt el is hangzik a program keretében, akár mondjuk egy otthoni körülmények között, hogy kicsit jobban beleélve magukat, talán könnyebben megtalálják a segítségnek azt a módját, ami valóban segítséget jelent. Körülbelül időt tudunk-e mondani, hogy ennek realitása mikorra van? Ez 2-5 éven belül? Én azt gondolom, hogy pár éven belül itt egyedül a helyet kell megtalálni, a többi az már nem lesz probléma. Ugye voltak ennek is részelemei korábban a városban, voltak olyan mondjuk speciális kiállítások, ahol ilyen témakörrel lehetett találkozni. Most azt a helyet keressük, ahova a filmekben is, magának a programnak a keretében is megjelenő négy mondjuk úgy, hogy alprogram mindegyikét egy helyen be tudjuk mutatni. Nem utolsó sorban azt a célt is kitűztük magunk elő, hogy ebbe a központba pedig kifejezetten olyanokat szeretnénk foglalkoztatni, akik itt mondjuk megjelennek ennek a programnak a keretében is segítőként. Részben ezzel is hitelessé tesszük a programot, részben pedig vannak olyanok, akik ezáltal munkát, jövőképet, egyfajta kihívást is tudunk biztosítani. Az én nevem Előd, és a Nagyot Halló iskolába járok, és 9 éves vagyok. Kedvenc helyem otthon van, és a kedvenc ételem pedig a rántott hús. Azt nagyon szeretem. Előd a hallássérültek nyelvén az úgynevezett jelnyelv segítségével kommunikál, mely egy különleges gesztikuláción alapuló vizuális kódrendszer, illetve szájról olvas. Persze főhősünk beszélni is tud, de egyelőre kicsit nehezebben formálja a szavakat. Pláto. Péntekenként 2:30-tól 4:45-ig szoktam logopédushoz járni. És ott gyakoroljuk a beszédet.
Nem szeretem, és hát nagyon nehéz is nekem. De muszáj elmennem, mert ez kell, szükséges. A SZÉP program érzékenyítő órái a tervek szerint minden iskolába eljutnak majd a jövőben Fehérváron. Az elképzelések szerint pedig a projekt a későbbiekben bővül majd. Egy központot kap a városban a program, ahol szimulált élethelyzetekkel is találkozhatnak majd a fiatalok, belebújva egy-egy fogyatékossággal élő személy bőrébe. Öfüri Melinda, a mi mesénk Mici mackója. Melinek 12 éves lány révén határozott elképzelése van sok-sok mindenről, és persze van sok-sok hobbija is, melyek elsősorban a nyárhoz kötődnek. Imádok fújatni a partokba, úszkálni, remelőni, megúszni, homokoszni, fát építeni, csúcsászok minden. Szerintek mutat játszani. Meli egy kicsit másképp gondolkodik, mint a többi gyerkőc. Máshogy fejezi ki magát, és egyes dolgok megértéséhez és a tanuláshoz pedig egy kicsit több időre van szüksége, mint másoknak. Meli ugyanis Down-szindrómával született. Egy nagyon aranyos, nyugodt, kiegyensúlyozott, barátkozó kislány, bár néha kicsit zárkózott és visszahúzódó is tud lenni. Az új helyzetek azért őt meglepik, és megijesztik, kell neki a támogatás ilyenkor. Tudom sopogatni, szoktam főzni, csak jönnek főzni, tök ütönni szoktam, meg százat tanulni, csomó mindent tudok.